Hát itt nyomán nincs, nem marad semminek. Utána, hát most gondolj már bele, hogy azok a házak, amik ugye Mihály bácsi volt, az egy bű háború után kisajárította az önkormányzat. De magyarul nincs semmi írva. A másik oldalon van héberül írva, és itt pedig egy része magyarul. Hát ennek utódairól nincs ismeretem. Még az, hogy ide kerültek, ez még hagyján. És hát viszonylag épségvel vannak, de hát ami ott van kint a temetőben, az kegyetlen. Felszabadult a temető, mindenki oda vitte a sírt, ahova akart. Tehát, gondolom én, hogy aki csinálta, ilyen sírokat csinált, azok is hordták. Az hordta, aki akarta. Felszabadult a temető, és akkor hát mondjuk ez én szerintem nem megalázás, vagy nem szemtelenség, hogy behozom és megmutatom a embereknek, vagy az itt kisóvodások, kisiskolásoknak, hogy igenis, itt is éltek zsidók, itt is tiszteletbe tartom azoknak a múltját. Mindegy, hogy most katolikus, református, úgyis egy Isten van, egyet imádunk, bár kicsoda, ha bajban van, azt mondja, Istenem segíts, és behozta. Én a tiszteletlenséget érzem, hogy hozzányúl. Az a legnagyobb tiszteletlenség, mert ha hozzám nyúl valaki, tudok védekezni. Ott nincs védekezési lehetőség, hát szétrombolja, széttöri, megtapossa, meggyalázza. Hát még a mai napig is lehet hallani, hogy miket csináltak a temetőben, még a mai napig is. És ha viszem a virágot, akkor már egy hónap múlva nincs ott a virág. Pedig sejem virágot viszek. És mégis elviszem. Hölgyem, bocsásson meg, de ebben igaza van önnek. Mégis elviszem. Persze, igaza van. De ez egy egészen más. Hát mondjuk más dolog, persze, hogy más dolog, de hogyha most az a darab föld, azt mondják, hogy ez itt meg fog szűnni, ezzel mindenki azt csinál, amit akar, vigyétek, hordjátok, ahova akarjátok. Ki mondja? Hát valaki csak mondta, az emberek csak megtudták, hogy ott a temető most megszűnik. Úgy kérdezem, hogy ki mondhatja azt, hogy csináljátok olyan, amit akartok. Ki mondhatja? Nagy Sándor Népiszletes. Köves Mihály vagyok. Itt van nekünk is ez a néhány a régi temetőből megmentett, áthozott sírkő. Hát tulajdonképpen sokat nem tudunk a múltjukról. Csupán annyit talán, ami biztosra vehető, hogy református gyülekezeti tagok voltak, úgyhogy ezeket itt őrizzük.
már ezért is érdemes megtartani ezeket a emlékként, mert azt mondja, hogy Kovács Péter volt a nevem, 40 évet sem tölthettem be, meghalt 1879. október 27. Kesereg neje, Szabó Julianna és gyermekei. A zsinagógával és egyébben kapcsolatban annyit sikerült én nekem megtudni, és ezt azt hiszem, hogy tájékoztatásképpen is juttattuk, hogy a háború után visszakerült zsidók a zsinagógával rendelkeztek, és miként hogyan rendelkeztek. Én erről most hallok először, mert az én ismereteim szerint senki nem jött vissza rajtam kívül, illetve még egy ember jött vissza, aki talán egy év múlva el is ment innen, azt Mezei Sándornak hívják, és én itt voltam 45-től 48-ig. Ez alatt az idő alatt, hát én nem rendelkeztem, mert semmi jogom, és értelmetlenne volna intézkedni a zsinagóga ügyébe, és nem tudok arról, hogy bárki is jött volna, már pedig anélkül nem megy, hogy beállít valaki, és azt mondja, hogy én a zsidó hitközség megbízásából jövök, és a zsinagóga lebontása ügyében intézkedéseket kérek. Lehet, hogy naív vagyok, de elképzelni nem tudok egy ilyen embert. Elképzelni nem tudok. Én csak annyit tudtam leírni, amit akkor nekem ilyen információként e témában eljuttattak. Ugyanez vonatkozik arra is, amikor a korábban szóba került a temető ügye, hogy semmiféle új temető részen levő sír meg egyéb nincs. Van. Mi most voltunk kint a temetőbe, és hát egy agyontaposott, széttört zsidó emléket találtunk ott a szörnyű, bokros, csalitos területen. És hát, amit így elmondtak, egyrészt itt a református iskola helyén van a múzeum. Igen. Ott van az asszony, elmondott, hogy hát szóval kíméletlenek voltak az emberek, akik ott kihányták a sírokat. Hivatalosan az a terület felszámolt, és ott nincs. Egyedül a keleti csücskében, a zsidó sírkert résznél volt három, én ismereteim szerint három korábban ott hagyott síremlék, ami már akkor, amikor ez felszámolásra került, ez a 92 környékén volt, ha jól emlékszem, a következő egy-két évben olyan állapotba került, amilyenbe került. És akkor hozták be utána ide a maradék elfogadható sírköveket a múzeumkertben. Köszönöm szépen! Én jól vagyok. És ön? Ezek a dátumok, ezek benne élnek az emberben, és nem csak a dátumok, hanem úgy, mint ahogy a te szöveged is. Ugye, hát én is. Ugye, hogy mi volt, hát kis tartsám voltam internálva 5,5 hónapig. Hogy az Istenbe lehet az, hogy egy falusi, tiszaföldvári zsidó gyerek
a pesti gettóba került. Hogy lehet az? Hogy jutottam el odáig? Én Pesten dolgoztam, a szüleim még itt laktak, a húgom itt volt, öcsém itt volt. Mikor én haza akartam jönni, érted? Mert mondják, hogy jönnek már az oroszok, már itt vannak, mit tudom én, Mezőhegyesen. A frász, leövök a vonattal, már Szolnoknál tovább nem jött a vonat, már nem lehetett idejönni, már itt oroszok voltak. Igen. Jött egy plakát, hogy a 24-beliek, mert 24-beliek, a 24-beliek jelentkezzenek munkaszolgálatra, ássuk az árkot. Én engem nem fogott ki rajtam, mert jó fizikumú voltam. Mit tudom én, mert volt egy kvóta, azt hiszem 2 méter, vagy mennyit kellett ásni. És akkor, de hát ugye voltak azok a pesti gyerekek, például a Weissmann-Fried gyárnak, a Csepel igazgatójának a fia, meg minden, hogy mondjam, nem ilyen edzett falusi gyerekekből lettek, hanem azt se tudták mi. Hát én kiásztam már 11 órára. Nekem WC-re kell mennem. Na igen, ám de hova. De képzeld, voltunk a 7-8-ában. És akkor így körül voltunk Bárcsázzával a őrséggel. És akkor volt ott valami ilyen textilgyár, vagy mi a fészkes fene, de leállt üzem ilyen kötőgépek. Hát mondom, hideg van nekem a homlokom, ne fázom meg, mondom. Ottan betoltam a portásfülkébe. Jövök kifele, hát mikor jövök, egy balonkabátos, árpátsávos, egy nyilas, teljes disztigmát öltizetbe, meg egy civil. Azokkal találkozok. Na de én ott eltöltöttem egy óra hosszát abba. Igen, és akkor mikor hát ugye megdöbbenten találkoztak, azt mondják nekem, mikor jövök, hát te hú voltál. Mondom, félre dolgom voltam. Na és azt mondja, igazolvány van, van mondom. Nyúlok a zsebbe, azt mondja, ne úgy gombolt ki a slicced. Jó, ha már több kettőnél, tehát fegyverőznek rám. Igen. Jó, jó, azt mondja, megnézi. Azt mondja, jó van, dugd el, mert megfázik. Jó, ezzel el volt intézve, mentem visszafele, kérlek szépen az én truppomhoz, látom, le van vetköztetve egy gyerek gatyára. Hát kérlek szépen, hogy rövid legyek. Oda ment egy ezélyes, tarkon lőtte. 2 méterről hátul tarkon lőtte a gyereket. Hát akár keresztény, akár zsidó, akárki, akár német, akár orosz, mint ahogy te mondtad az előbb, hát a halottakat tisztelni kell. Így, hogy van. Az áldozatokat. Igen, áldozatok. Azokat tisztelni. Na de annyi hely kell, hogy legyen mindenütt, meg annyi érzelem, meg a vezetőségben, hogy azt az emlékművet kívjuk a neveket. Hát bocsáss meg. Édesapám, ezt nem csinálták meg. Hát ez a ház volt pontosabban 12, ahol laktunk 1943-44-ben. De hát azóta azt lerombolták, és új házat építettek. Ez az a ház, ahova 1944. május 9-én kijöttek a csendőrök, és közölték velünk, hogy további intézkedésig a lakásunkat nem hagyhatjuk el. Ez azt jelentette, hogy nem lehetett kijönni se. És másnap reggel 4-5 óra körül jöttek a csendőrök, és mondták, hogy pakoljunk össze, mert elvisznek bennünket. Hát azóta az utat nem csinálták, meg az így volt akkor is. És hát ehhez a házhoz ilyen emléken fűződik. És 1945. január 23-án, amikor megérkeztem, akkor idejöttem. Mert ez volt az otthonom. Kedicsókolom, Köves Mihály vagyok. Széles Mihály vagyok. Szeretettel üdvözlöm. Tessék